annál többet kéne venni. Mint a cukrot úgy vették a Diótennél az árusnál a szekszárdi piacon. Nem véletlenül ő akciósan 3200 és 3500 forintért adta kilóját fajtától függően. Hát azért vesszük meg most, mert most olcsóbb. Most még olcsóbb, azt tetszik mondani. Igen, hát elfogadható az ár, hát már bent az üzletekben 5000. Nem csak a boltokban drágult nagyot idén a dió, a szekszárdi piacon is volt, aki 4500 forintért árulta a pucoltan kilóját. A termésnek kifejezetten ártott a tavaszi szárazság, és egy egyre gyakoribb invazív rovar is pusztított az ültetvényeken, ez okozta a drágulást. Rossz a termés, megtámadta a betegség a diófáinkat, ugyanúgy, mint a gesztenyék is, ez miatt drága, kevés van belőle. Így néz ki az a dió, amit a dióburok fúró légy tett tönkre. A kártevő lárvája a dióburokban táplálkozik. Ennek következtében barnulni kezd a burok, majd idő előtt lehullik a termés. Idén a rovar is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy országosan mindössze 3500 tonna dió termett, míg egy átlagos évben nagyjából kétszer ennyi szokott. Az árusok azt mondják, a karácsony előtti hetekben a dióára ezért még a mostani 3200-4500 forintnál is feljebb mehet majd kilónként.